Üdvözlök mindenkit, Bodó Gyula vagyok, az ADR tanácsadó csoportból. Újszülő tagjainknak szeretném bemutatni, hogy hogyan működünk mi, ahogy ezt szoktam tenni. Úgyhogy, amit tudnotok kell, hogy leghamarabb és leggyorsabban az ADR tanácsadó nevű zárt Facebook csoportban értek el minket. Itt tudunk a leggyorsabban válaszolni mindenfajta problémára, és itt fogtok a legtöbb tanácsadóval találkozni, és a leggyorsabb ugye, válaszokkal is. Természetesen a videókat továbbra is a Transport Info-nak a YouTube csatornájára töltöm fel, ezt így fogjátok megtalálni fönt. Illetve a nagyon közeli jövőben fogok beszélni, majd egy videót készítek a DGR Online-ról is, ami egy nagyon-nagyon jó ADR segéd. Úgyhogy csak egy része, ha beírod az UN számot, ugye akkor dől rád az információ, de mivel amúgy is az ADR 3.2 A-táblázatáról beszélünk, ezért ezt be fogom mutatni, hogy mennyivel gyorsabban és jobban, hatékonyabban működik dgronline.eu oldalon, de természetesen ez az oldal sokkal több ettől. És továbbra is él a lehetőség, hogyha valaki személyesen velem szeretne beszélni, akkor itt megtalálja a telefonszámomat, illetve a weboldalamnak az elérhetőségét. De akkor nézzük is, hogy mi a mai anyag, tovább lépünk az ADR 3.2 A-táblázat oszlopaiban. Ugye befejeztük a múltkor az egybecsomagolást, itt hagytuk ebbe ennél a résznél, a csomagolóeszközökről beszéltünk, és most a mai napon, illetve a mai videóban áttérünk a mobil tartány és ömlesztett áru konténer utasításokra, illetve előírásokra, amint itt láthatjátok. Ez természetesen a 10-es és a 11-es oszlop lesz, hogyha haladunk szépen sorban. De miről is van szó? Megnézzük, hogy mit mond nekünk az ADE a 10-es és a 11-es oszlopról, és szépen elmagyarázom, hogy mi itt jelent. De még egyszer mondom, a mobil tartány és ömlesztett áru konténer utasításokról beszél. Azt gondolom, hogy az ömlesztett áru konténereket annyira nem kell bemutatni, egyébként volt már erről szó, volt már videó, és a mobil tartányokról, hogyha nem emlékeznétek rá, akkor volt egy ilyen anyagunk, ami egyébként a Biztonsági Tanácsadók Egyesületének az anyaga, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak készült, és ez egy módszertani útmutató, hogy a forrás megemlítsem, tehát ez nem az én anyagom, de itt láthattok, bocsánat, majd ez a megkonténer lesz, majd erről is beszélünk, itt láthattok egy mobiltartányt, jellemzően ezek azok a tartányok, ami egy olyan keretbe van foglalva, ami passzol ugye a tengeri hajózáshoz, főleg ugye multimodális tartány is, akkor a az IMDG kódex, magyarán szólva, hogy a hajózásnak a veszélyes áru szállítási szabályaiba bele kell illeszkedni, illetve természetesen ennek formailag is meg kell felelni, hogy ezt egymásra tudják akár halmazolni, illetve tudják hajón szállítani. Tehát erről beszélünk a mobiltartányról, az ömlesztett áru konténerekről pedig már született több anyag is. Úgyhogy de ha bármi kérdés van ezekkel, akkor természetesen azt tegyétek föl, és akkor kifejtjük, hogyha valami nem tiszta. Na akkor ugorjunk gyorsan vissza. Azt mondja nekünk itt az ADR, hogy itt van feltüntetve a mobiltartány utasítás betűkből és számokból álló kódja. Ugye megvan az, hogy ez az ADR-ben hol van, majd mindjárt megnézzük. Itt az a mobiltartány utasítás szerepel, amely a legkevésbé szigorú előírásokat takarja, amelyek betartásával az illető anyag mobiltartányban szállítható. Ugye nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a legkevésbé szigorú előírásokat, tehát az adott anyagra tartozó leggyengébb, még elfogadható tartányt ugye tartalmazza, és természetesen, hogyha megnézzük majd a tartány rangsort, akkor attól úgymond idézőjelbe erősebb tartányt lehet használni. De mik ezek a betűk is kódok? Hogyha az ADR-be akarom megnézni, akkor ezek ugye a mobiltartány utasítások, ezek T1-től T22-ig vannak számozva, de van tovább is, majd belenézünk, de azok már nagyon speciálisak. Ha megnézitek, minden egyes mobiltartánynak pontosan megvan, hogy mit kell tudnia. Hát itt a legkisebb próbanyomástól, legkisebb falvastagság, ugye nyomás csökkentésére vonatkozó követelmények, de ezek nem is lényegesek, nektek ezt nem kell alapvetően tudni, ez már nagyon mély dolog, hogyha valaki ebbe akarja belásni, vagy valaki éppen mobiltartányt vásárol valamilyen anyagra, vagy ezzel akar dolgozni, azoknak ebbe bele kell ásni magukat. Mi ezekről a betűkből és számokból álló kódról beszélünk, és amikor azt mondja,
neked az ADR, hogy ugye a leg, ahogy én mondtam végeredményben, a leggyengébb tartányt adja meg a táblázatban, de természetesen ettől te használhatsz biztonságosabb követelményeknek megfelelő ugye tartányokat, ezért kialakult itt is egy tartány rangsor, tehát ha nézitek, ugye a T1-es a leggyengébb tartányunk, bármi, ami a fölött van, az minden erősebb, ha használhatom ezeket a szavakat, ezért további engedélyezett mobil tartány utasításként megjelennek. Tehát, hogyha meg akarod nézni, hogy te milyen tartányt használhatsz, ezt a táblázatot föl kell üsd, mert azért nem úgy van, hogy akkor a számoknak megfelelően, ha nekem mondjuk 10-es van, akkor minden, ami a fölött van, mert hogyha megnézed például a T22 esetében, ott már nincs további engedélyezett mobiltartány, T23-nál sincs, tehát érdemesebb a táblázatot fölütni, hogyha ez kérdés. De ezekről van szó. Na most ez a táblázatodban, ha megnézünk egy példát, akkor így jelennek meg. Tehát ez az oszlopunk, és ezek a T a betűvel és ugye a számokkal ellátott. Tehát itt megmondja neked, látod, amit itt az előbb néztünk, például pont a T1-es, itt a leggyengébb tartány is elég, azt mondja, ez egy olyan anyag, és innentől kezdve ugye a helyettesítési mátrixodat, hogyha megnézed, hogyha nevezhetem így, akkor az ott felsorolt tartányok, azok mind használhatók természetesen erre az anyagra. De ha T3-at nézed, akkor már nem mindegy, mert itt például T3-at adta meg a leggyengébbnek ugye az ADR, illetve a táblázat, és hogyha megnézed a T3, ugye onnantól kezdve indul el, és akkor megmondja neked fölfelé 22-ig, hogy használhatod ezeket a tartányokat, de természetesen a T2-t és a T1, ami a T3 alatt van a rangsorban, ugye azokat nem használhatod, de mondom még egyszer, a táblázat ugye itt nem is látod engedélyezve, tehát a legjobb, hogyha ha leellenőrzöd itt, hogyha ilyenről van szó. De mondom, ez mélységeibe már nem szükségeltetik neked. Na nézzük tovább, hogy mit mond nekünk még ez a 10-es oszlop. Azt mondja, hogy hol hagytuk abba, igen, az a kód a többi amelyek szerint, igen. Ha nagyon fontos, ha nincs kód megadva, akkor a mobil tartányban történő szállítás nem engedélyezett, kivéve azt az illetékes hatóság, ugye engedélyezi. Hát ez mindig egy kivétel, az illetékes hatóság sok mindent engedélyezhet, de alapvetően, hogyha te nem látsz ugye a különböző szállítási módokra való utasítást a táblázatban, az azt jelenti, hogy az a szállítási mód nem engedélyezett. Ez ilyen egyszerű. Tehát ha nem látszott T-kódot, akkor ezt az anyagot mobiltartányban nem szállíthatod. Természetesen ezeknek a mobiltartányoknak ugye vannak gyártásra és tervezésre előírt ugye vizsgálatok, jelölések, jóváhagyások, ezekről most itt nem akarok beszélni, úgyhogy lesz majd egyébként a tartányokról szó. Szeretnék egy videósorozatot, ami én azt gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, mert például a tartányrajzokat ugye nem nagyon teszik elérhetővé sehol, holott például a szóbeli ADR vizsgának, a szóbeli részének, ugye, ez egy része, amit jó lenne tudni, hogy fogunk majd a jövőben, nem tudom pontosan mikor, tartányokról, tartányrajzokról beszélni, fogunk velük foglalkozni. Ami itt még fontos, hogy az M-jelölés azt jelenti, hogy az anyag MAC-konténerben is szállítható, tehát hogyha te látsz egy M betűt a táblázatodba, azt mondja, hogy próbálok olyat keresni, ezek a BK-s példáim majd későbbre, és itt látjátok az M betűt. Tehát itt látható egy példa az M betűre. Ugrálok itt a megnyitott oldalaim között, de jó sok van, úgyhogy ezért egy kicsit néha elugrunk másik oldalra, de jó lesz ez. Tehát erről beszél az M jelölés, hogyha a MAC konténerben, UN MAC konténerben is szállítható, amit az előbb már néztünk véletlenségből, ugye, ők lesznek azok, MAC konténer, ugye ilyen több elemes gázkonténerek. De erről mondom, volt már egy anyag, természetesen, ha mégis gond lenne vele, akkor nyugodtan kérdezzetek. Tehát a következő rész ugye a BK betűkkel kezdődő kódok, hogyha ilyet látsz, az a ömlesztett szállításra fog vonatkozni. Ugye itt azt mondja nekünk, hogy itt lehetnek feltüntetve a BK betűkkel kezdődő kódok is,
melyek ugye itt az ömlesztett áru konténer típusokra utalnak, ugye mik voltak ezek a típusok, erről is született már, erről is beszélgettünk már képekkel, volt bemutatva, hogy mit jelent a BK1, a BK2 és a BK3, ugye ebben a videóban ezt nem feszegetném, mert túl rövid ahhoz. Ha kellene, ez az információ vissza lehet keresni. És természetesen, hogy ahogy néztük az előbb élőben keresünk, itt vannak például. Látjátok, itt mind a három típus használható egy adott anyagnál, ezt azért nyitottam meg, mert pont ezeknél a példáknál itt elég sok BK konténer föl van sorolva, az úgy pontosan konkrétan az összes, és akkor ezt itt engedélyezi. Ha visszanézünk az oszlopokhoz, akkor láthatjuk, hogy a következő oszlopunk a 11-es oszlop lesz, amely különleges előírásokat tartalmaz, ugye a mobiltartalmakra és az ömlesztett áru konténerekre, és ezeknek is vannak ugye betűi és kódjai, hogyha ilyet keresel, akkor ha ilyet látsz, akkor ezeknek, megmutatom nektek, itt tudtok utána nézni, ezek igazából különleges, ugye 4-2-5-3 mobiltartány különleges előírások, ezekben megint felesleges részleteibe belemenni, mert ezek természetesen itt meg van határozva 41 ilyen különleges előírásunk van, hogy ezek mit takarhatnak, ugye, de ez bármi lehet, ezen tétel alá tartozó, csak az illetékes hatóság engedélyébe szállítható mobiltartányba. A nagyon fontos azt tudnunk, hogy ezek gőztérből a levegőt nitrogén nevű más módon ki kell űzni, tehát ezek nagyon-nagyon szigorúak, ezek fölülírhatnak dolgokat, ahogy ezt már az előző példákból csomagolásoknál láthattuk. A különleges előírás ez esetben is, hogyha visszanézünk ide, azt mondja, hogy a 11. oszlopban található különleges előírások módosíthatják az előző követelményeket. Úgyhogy nagyon fontos tudni, hogy ha ilyen van, akkor az módosíthatja az eredeti utasításban megadott követelményeket, úgyhogy erre nagyon kell figyelni. Ugye ezek voltak a ömlesztett áru konténereink, ezek voltak a mobiltartány utasításaink, ha megnézzük, akkor ezek lefedik ezt a szakaszt, ezeket a oszlopokat, úgyhogy nagyjából ezekről ennyit kell tudnunk. Természetesen, hogyha bármilyen kérdésetek lenne, akkor még egyszer mutatom ezeket az elérhetőségeket. Itt megtaláltok minket, még egyszer kihangsúlyoznám, főleg a Facebook csoportban, a zárt Facebook csoportban tudunk kommunikálni. De természetesen bármilyen fórumon, ha megtaláltok, a YouTube-on is megpróbálunk rá figyelni, ha ott kommentelnétek, vagy ott kérdeznétek adott esetben, akkor megpróbálok oda is odafigyelni, és ott válaszolni, de próbáljuk egy helyre húzni, olyan helyre, ahol többen is vannak tanácsadók, nagyon jó szakemberek vannak, több területről vannak, mindenki mindenhez nem érthet, azért ez belátható, borzasztó összetett a téma itt az adott szakterületednek, nagy valószínűséggel van egy szakértője, úgyhogy ő fog tudni válaszolni neked rá. Már akkor ennyit, folytatjuk tovább a táblázatunkat a következő héten is, és ahogy jeleztem azt előre, elkezdjünk majd dolgozni a tartány téma körrel, ezt is oktatásba, főleg ugye olyan oktatóanyagokat szedünk össze, ami a tartányos szóbeli vizsgát fogja segíteni, tartányrajzokról fogunk majd beszélgetni. Én ezt gondolom, hogy ezt már hamarabb is eszembe jutott volna, mert ez egy nagyon jó téma, és nagyon nagy segítség, mert nincs nagyon hozzáférhető anyag sehol erről, pedig ebből vizsgázni kell ugye szóbelin. Úgyhogy meg lesz a jövőkép is, megvan a jövőképünk is, merre haladunk tovább, de természetesen a táblázatot befejezzük, majd megmutatom azt, hogy működik a DGR online-ba, és utána elkezdünk majd tartányokkal dolgozni. Na, ennyi volt mára, és akkor majd találkozunk egy következő videóban, addig is mindenki vigyázzon magára, és jelentkezzen, ha bármi gondja van. Sziasztok!